Igazságszolgáltatás, tényleges életfogytiglani fegyházbüntetésre ítélték a fiatal pécsi pszichológus nő Bándi Kata meggyilkolásával vádolt Péntek Lászlót. Áramlat, a folyók már apadnak, a belvíz viszont egyre nagyobb területet borít. A katasztrófavédelmi főigazgató szerint mindenütt rendelkezésre állnak a védekezéshez szükséges eszközök. Kölcsön indokoltnak és szükségesnek tartja a miniszterelnök a jegybanki növekedés ösztönző programot, az olcsó hitel akár 50 ezer kis és közepes vállalkozást is segíthet. Kedves nézőink, híradónkat látják 17 órakor, köszöntöm Önöket! Tényleges életfogytiglant kapott első fokon Bándi Kata gyilkosa. A pécsi törvényszék az aljas indokból elkövetett emberölés és a kifosztás vágyában is bűnösnek találta Péntek Lászlót. A tanácsvezető bíró az ítélet indoklásában azt mondta, hogy szerinte a férfi sosem lesz hasznos tagja a társadalomnak. Péntek László tavaly júliusban erőszakoskodott a fiatal rendőrségi pszichológus nővel, majd megfojtotta. Péntek László az utolsó szójogán mindenkitől bocsánatot kért. Azt mondta, a börtönben gyógyszeres kezelésre jár, és pszichológus foglalkozik vele azért, hogy fel tudja dolgozni a történteket. Arcán azonban egy csepp megbánás sem látszott. Bocsánat, szeretném kérni a hozzátok a doktor, barátoktól és ismerőségtől. Ő kiemelkedő részben a családtól, részében szeretném kérni. Tény is valahogy átadottam ezt a gyógyszerekezetet, máj napig nem tudom a gondolataimat tisztázni. Az indoklás szerint a vádlott a nyomozás során 9 alkalommal tett vallomást, ezekből az első 7 alkalommal arról beszélt, hogy Bándi Katát a háza előtt ismerte meg. Csak később találta ki azt a történetet, amit a tárgyaláson is fenntartott. Ez szerint korábbról ismerte, és azért ölte meg, mert a lány szakítani akart vele. A bíró szerint ez hazugság, amit Péntek azért talált ki, hogy mentse magát. A tanácsvezető arra is kitért, miért fogadta el tényként, hogy a vádlott egyedül gyilkolt. Ennek ellenkezőjét mindössze egy tanú vallotta, ő azonban bizonyítottan egy közeli házibuli hangjait értette félre. A bíróság megítélése szerint Péntek László gátlástalan bűnöző, aki nem érdemli meg, hogy valaha is visszatérjen a társadalomba. Ez a cselekmény szíven találta a magyar társadalmat. Megvédeni csak akkor lehet, ha a vádlott élete hátralévő részét a társadalomtól elkülönítve, izoláltan tölti. Ezért vele szemben tényleges életfogytiglantartó szabadságvesztést szabott ki a bíróság, nem mellékesen a büntetés generál preventív céljaira is. A társadalom elvárása és igazságérzete itt most találkozott a bíróság álláspontjával is. Nem adhatunk újabb és újabb esélyt a társadalom normáit életvitelszerűen lábbal tipró, aljas ösztönének kielégítésére az emberi életet is semmibe vevő bűnözőnek. Péntek László eddig volt, és nincs tovább. A vádlott és védője enyhítés miatt fellebbezett, ezért az ügyben a végső döntést a pécsi ítélőtábla mondja majd ki. Meg akarták erőszakolni hajnalban a pécsi polgármester lányát. A 20 éves egyetemi hallgató egy rendezvényről tartott haza a Baranyai megyeszékhelyen. Támadója követte, az alagútnál leszólította, majd bántalmazta. A sértett sérülései súlyosak, arccsontja és orra is eltört, jelenleg is kórházban kezelik. A biztonsági kamera felvétele alapján az elkövető egy 20-25 év közötti alacsony, szakállas vagy borostás fiatalember volt. A Baranya megyei rendőrfőkapitányság körözést adott ki ellene. Csaknem 200 ezer hektárra nőtt a belvízzel elöntött terület nagysága. A legrosszabb a helyzet Csongrád megyében, de Jász-Nagykun-Szolnokban és Hajdú-Biharban is több mint 30 ezer hektár áll vízben. A 90 belvédelmi szakaszból 77-en van érvényben készültség. A Zala folyón gyakorlatilag a kritikus szakaszon Zalapátinál már tegnap reggel megindult az apadás, de ez egy nagyon-nagyon lassú apadás, tehát egy elhúzódó tetőzés utáni apadás, és a Rába folyón is az a helyzet, hogy most már a felső szakaszon elsőfokú, az alsó szakaszon másodfokú még az árvízvédelmi készültség, és jelenleg a folyó a torkolat közelében tetőzik. A Körösökön, illetve a Hortobágy-Berettyón mindenhol harmadfokú készültség van érvényben, és gyakorlatilag az összes körös árad, hiszen van utánpótlása a víznek, a romániai vízgyűjtőkön ismét esett eső, illetve tegnap itt a magyarországi szakaszon is, tehát itt is arra lehet számítani egy hosszú, elhúzódó áradásra, sok kisebb árhullámmal, amelyek bizony elérik a harmadfokú készültségi szintet.
Mindenütt rendelkezésre áll az ár- és belvízi védekezéshez szükséges szakértelem és a munkához elengedhetetlenül szükséges speciális eszközök is, mondta Bakondi György, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság vezetője Szegeden. A főigazgató elmondta, a védekezésre úgynevezett felülről nyitott költségvetést biztosít a kormány, azaz minden támogatást megad, és nagyobb árvíz esetén akár 100 000 fő is mozgósítható. Ennek példáját lehetett látni korábbi árvízi védekezéseknél. Nyilván a vízügy és szerződéses partnerei, a katasztrófavédelem és az általa megszervezett polgári védelmi erők. Ennek az összlétszáma országosan 102 000 fő, tehát igen jelentős létszámról beszélünk. Emellett, ahogy 2010. június 4-én, amikor a Hernád árvize válságosra fordult, akkor egy éjszak alatt 10 000 hivatásos átcsoportosítását hajtottuk végre, ez most meg van tervezve minden megyére. Szükség esetén, tehát hivatásos erők, elsősorban hivatásos tűzoltók, rendőrök, katonák, vámőrök fognak érkezni, ha arra szükség lesz. Ez egy megfelelő tervekben sokszorosan gyakoroltat vár rendelkezésre. A Hortobágy-Berettyón péntek reggel bezárták az ágotai vészelzáró zsilipet. Ezzel egy időben a szakemberek megnyitották a Nagy Iváni tározót, amiben a folyó felső szakaszának vízgyűjtő területeiről érkező vizeket terelik. Az árvízkapu bezárása és a tározó megnyitása után nagyobb biztonságban lesznek a környező települések lakói. A folyón ugyanis napok óta a legmagasabb, harmadfokú védelmi készültség van érvényben. Dolgozik a markoló. A lánctalpas munkagép elbontotta a töltést, és ezzel megnyílt a vízútja a Nagy Iváni tározóba. Ez a terület 40 millió köbméter vízbefogadására képes. A Nagy Iváni tározóba bevezethető vízmennyisége körülbelül egy velencei tónak megfelelő mértéket képvisel. Ez mindenféleképpen a környező települések biztonságát szolgálja. A tározó megnyitása után a vízügyi szakemberek bezárták az ágotai árvízkaput. Mindenre azért van szükség, mert a Hortobágy medencéből érkező és a Hortobágy berettyómenti területekről beszivattyúzott belvizek megemelik a lezárt szakasz vízszintjét. A folyón napok óta a legmagasabb, harmadfokú védelmi készültség van érvényben. Az egyméteres táblák kerülnek alulra, a vízszinthez közel pedig félméteres táblák, majd a leengedés időpontjában lesz az érdekes, mert ugye ezekben a lépcsőkben tudjuk a vizet visszaengedni a tározó térből a medencébe. Az árvízkapu zárásakor a vízszint alig 40 cm-rel maradt el a valaha itt mért legnagyobb értéktől. A munkát búvárok is segítették. A nútok tisztaságát kell a víz alatt leellenőrizni, nincs-e kőtörmelék, üledék, bármi, ami megakadályozhatja azt, hogy ezeket a betétgerendákat simán lerakják a folyómederre. Az egyenként másfél-két tonnás elemeket 5 fokos vízben rakták a helyükre. A szakemberek szerint a most megnyitott tározóhely, valamint a Hortobágy-Berettyó medre a szivattyúzás mellett elegendő helyet biztosít addig, amíg a hármas körösön levonul az árhullám. A Rába és a Zala vízszintje ma már csökkent, a Marcalon viszont 8000 homokzsákkal próbálják megakadályozni a folyó továbbáradását. A Veszprém megyei Nemes-Görzsöny határában a katasztrófavédelem és a vízügy munkatársai, valamint a helyi lakosok tegnap este kezdték meg a védekezést. Marcaltőn kerteket és pincéket öntött el a víz, a környéken több utat is le kellett zárni. 5 nagy teljesítményű szivattyút telepített Jász-Alsó-Szentgyörgyre az Ökumenikus Segélyszervezet a belvíz átemelésére. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei település helyszínét a Közép-Tisza-vidéki vízügyi igazgatóság ajánlotta. A szivattyúk a megelőzést szolgálják, és egy holtmederből vezetik át a vizet az agyvába. Ennek eredménye már holnap látható lesz. A mellékfolyó reggel tetőzött Jászteleknél 505 cm-rel, de csak néhány óráig volt harmadik fokban. Az Ökumenikus Segélyszervezet további 5 szivattyú telepítését tervezi, ennek elhelyezéséről később döntenek a vízügyi szakemberekkel. Az összefogáshoz bárki csatlakozhat, az a 1353-as adományvonalon, amelynek díja 250 forint hívásonként. Indokoltnak nevezte a miniszterelnök a Nemzeti Bank tegnap ismertetett gazdaságélénkítő programját a szokásos rádióinterjújában.
Orbán Viktor szerint a kereskedelmi bankokon múlik jó részt, hogy az olcsó hitelek valóban olcsón jutnak-e majd el a vállalkozásokhoz. A korábban felelőtlenül hitelező pénzintézeteknek valószínűleg nem éri meg részt venni a kedvezményes kölcsönök közvetítésében. Erről már a Századvég Gazdaságkutató ZRT vezető elemzője beszélt a Hír TV gazdasági magazinjának. Barca György számításai szerint a jegybanki program 50 ezer kisvállalkozásnak is segíthet. Az egyik multinacionális cégnél rakott le alapkövet a nemzetgazdasági miniszter. A német Bosch csoport tovább építi új központi bázisát Budapesten. A fejlesztés két ütemének összértéke 2015-re eléri a 30 milliárd forintot. Varga Mihály szerint szükség van az ilyen beruházásokra, de szükség van arra is, hogy magyar kisvállalkozók beszállítói lehessenek ezeknek a multiknak. Ezek a multik szervesen illeszkedjenek, és ne szigetszerűen a magyar gazdaságba. Az a program, amit tegnap az MNB elindított, azt gondolom, hogy ezt a célt szolgálja, és ez egy nagyon jó példája annak, hogy hogyan is kell elgondolni a magyar kormány, mint a gazdasági politikáért felelős magyar kormány szereplője, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a jegybanknak az együttműködését. Nagyon remélem, hogy több ilyen programunk lesz, mert ezzel elő tudjuk segíteni azt, hogy a ma a hazai vállalkozások számára nagyon kemény korlátot jelentő hitelezésben előre tudjunk lépni. A miniszterelnök a Kossuth Rádió reggeli műsorában azt mondta, hogy a jegybank előző vezetése korábban rossz politikát folytatott, mert semmit sem tett hozzá a magyar gazdaság fejlődéséhez, holott a világon mindenhol segítették a nemzeti bankok a vállalkozásokat a válság idején. Orbán Viktor ezért indokoltnak és szükségesnek tartja az MNB által bejelentett intézkedéseket. Indokoltak azok a kísérletek, bár vett föl jó néhány szakmai részletkérdés, de indokoltak azok a kísérletek, amelyekkel a jegybank próbálkozik, hogy olcsó hitelekkel próbálja megkínálni a vállalkozásokat. Ehhez persze a bankok közreműködése kell, mert a jegybank közvetlenül nem adhat hitelt a vállalkozásoknak, hanem a pénzügyi közvetítő rendszeren keresztül kell ezt megtenni. A jövő kérdése, hogy miután a jegybank most egy nyitott jegybanki politikát hirdetett meg, tehát nyilvánosan is konzultál bankokkal, elemzőkkel és így tovább, megtalálják-e azokat a módszereket, amelyekkel valóban olcsón lehet eljuttatni az olcsó hiteleket a vállalkozásoknak. Igen. Akár 50 ezer kisvállalkozást is segíthet a jegybanki hitelezési program, mondta el Bruttó című gazdasági magazinunkban a Századvég gazdaságkutató vezető elemzője. Barca György úgy látja, a kedvezményes, legfeljebb 2%-os kamatozású kisvállalkozói hitel nem lesz elérhető minden pénzintézetben. Igazából a 2%-os haszonkulcs a banktól függően sok vagy kevés. A mi beszélésünk szerint van olyan bank, amelyek úgymond rossz helyzetben van a korábbi felelőtlen hitelezési politika miatt, és náluk úgymond a hitelezési veszteség az több mint 2%, tehát ők valószínűleg ezt nem fogják például igénybe venni. És van olyan is, ahol ez a hitelezési veszteség kevesebb, mint 0,5%, tehát náluk a 2%-os kamatkülönbség az egy 1,5%-os hasznot eredményezhet. Barca György szerint a Nemzeti Bank óvatosan lépett. Intézkedései nem veszélyeztetik sem a pénzügyi stabilitást, sem a jegybanki célkitűzéseket. Stratégiai együttműködési megállapodást írt alá a kormány és a közüzemek, valamint ipari vállalatok számára energiaszolgáltatást nyújtó Dalkia Energia ZRT. A megállapodás alapján rendszeres egyeztetések kezdődhetnek a kormány képviselői és a francia energetikai cég között. A Dalkia ZRT a 18. vállalat, amellyel a magyar gazdaság versenyképességének javítása érdekében kötött együttműködési szerződést a kormány. Szijjártó Péter külügyi és külgazdasági államtitkár azt mondta, a társaság jelentősen hozzájárul a magyar családok energiafogyasztásának és üzemeltetési költségeinek mérsékléséhez. A Dalkia nem csak a saját érdekeit nézi, amikor együttműködik Magyarországgal, hanem nézi azt is, hogy a magyar emberek a magyar családokkal jól járjanak, és Magyarország számára is fontos, hogy a mi kettőnk együttműködésében a Dalkia jól járjon. Ezért tehát, mivel kölcsönös előnyökre törekszünk és tiszteljük egymást, a Dalkia és Magyarország együttműködése az egy kifejezett sikertörténet. Idén újabb fizetésemelésre számíthatnak az egészségügyben dolgozók, amit januárig visszamenőleg kapnak majd meg, tudta meg a Magyar Nemzet. A kormány 30 milliárd forintot szán bérrendezésre. A mostani bérfejlesztésből a kórházi gyógyszerészek is részesülnek, az orvosokkal azonos kategóriába sorolják majd őket. Szócska Miklós egészségügyi államtitkár szerint idén azoknak a csoportoknak kell elsőbséget élvezniük a béremelésnél, akik a tavalyi bérrendezés során aránytalanul kevesebbet kaptak.
Szombaton dönt a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének választmánya a sztrájk felhívás felfüggesztéséről, miután újrakezdték a tárgyalásokat a köznevelési államtitkárral. Hoffmann Rózsa örömmel venné, ha nem sztrájkolnának a tanárok az érettségi időszakban, mert szerinte a munkabeszüntetés a diákok továbbtanulási esélyeit rontaná. A másik vonalba vonjuk most vissza. A pedagógusok új munkaidő számításáról tárgyal a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete az oktatási tárcával. Ehhez azonban a kormányzat a sztrájkkészültség megszüntetését kérte az érdekvédelmi szervezettől. A PDS elnöke leszögezte, visszavonni nem fogják, azonban felfüggeszteni hajlandóak felhívásukat a munkabeszüntetésre. Arra te fogok javaslatot tenni a hétvégén a válaszmánynak, hogy függesszük fel ezt a sztrájkfelhívást, ennek két oka is van, az egyik, amiről az előbb beszéltem. Másik pedig az, és ebben is egyetértünk a miniszterről és az államtitkár asszonnyal, hogy szeretnénk megre tudni, hogy hogyan lehet Magyarországon jogszerűen pedagógus sztrájkot lefolytatni. Mihelyt erről értesülök, hogy visszavonták a sztrájkhívást, rögtön tárgyalóasztalhoz hívom a PDS elnökségét. A köznevelési államtitkár üdvözölte, hogy a szakszervezet hajlandó lemondani a sztrájkról. Hoffmann Rózsa szerint ez a diákok érdekeit szolgálja. Megnyugszanak a kedélyek, hogy nem lesz sztrájk, továbbra is a munkára koncentrálhatunk. A gyerekeket, szülőket pedig országosan pozitívan érintheti, mert ez a fajta lebegtetett bizonytalanság azért nem volt egy jó állapot, még akkor sem, hogyha a legtöbb iskola ezt evidenciának tartja és tartotta, hogy érettségiztetni kell, mert a gyerekek innák meg a levét. A tárgyalások akár már jövő hét elején folytatódhatnak az oktatási szakszervezetekkel. Két új szóvivője lesz a Fidesznek, tudta meg az MNO.hu. A nagyobbik kormánypárt álláspontját a jövőben Selmeci Gabriella mellett Zsigó Róbert és Hoppál Péter fogja ismertetni. A portálnak a Fidesz kommunikációs igazgatója azt mondta, azért van szükség a változtatásra, hogy a jövőben a párt szinte mindenre tudjon reagálni, és rendelkezésre álljanak a kommunikációs munkatársai. Elismerte a közlekedési szabálysértést a szocialista Steiner Pál. Az ellenzéki politikus közölte, ha feljelentik, befizeti a bírságot. A Hír TV egyik nézője vette fel, ahogy szabálytalanul kihalította a parlament parkolójából. Bár csak jobbra fordulhatott volna, a képviselő nem vette figyelembe a táblát, majd a forgalomtól elzárt területet jelölő sávon is áthajtott. A felvételt munkatársunk mutatta meg Steiner Pálnak, aki a Kossuth tér átépítésével magyarázta tettét. Valóban figyelmetlen lehettem, és ezt a közlekedés szabályszegést valószínűleg elkövettem, hogyha ez a videó teljesen rendben van. Ezért elnézést kérek, sok mindenkivel előfordult, mert az építkezés miatt egyszerűen nem lehet tudni, hogy melyik napon, mikor lehet és hogyan lehet bemenni a képviselőházba vagy a parlament parkolójába. A Magyar Érdemrend középkeresztje kitüntetést adta át a miniszterelnök Degenfeld Lindner Máriának. Az Országházban tartott ünnepségen Orbán Viktor azt mondta, Degenfeld Lindner Mária sokat tett Magyarországért, a tokai Degenfeld tradíció újjáélesztése pedig egy másfél évszázados családregény méltó folytatása. A miniszterelnök beszélt arról is, hogy a magyar nagyasszonyok hagyománya végigvonul a magyar történelmen, hiszen gyakorta volt úgy, hogy vagy maguk az asszonyok tartották meg a vállukon az országot, vagy ők segítették a férfiakat ahhoz, hogy megtarthassák vállukon Magyarországot. Orbán Viktor emlékeztetett arra, hogy a főnemesi család emigrációból visszatért a 90-es években. Ma nyugatra az ember legfeljebb vendégmunkásnak megy. De tisztelt hölgyeim és uraim, ez nem volt mindig így. A Degenfeld család a nehéz körülmények, politikai körülmények ellenére sem szakadt ki a nemzet kötelékéből. És amikor lehetőség mutatkozott, nem is haboztak, hazatértek, újra megalapozták a birtokot, és újjáélesztették a családi tradíciókat. A palagáz kitermelése ellen tüntettek Románia majdnem 30 településén. A demonstrálók azt követelték, hogy a kormány mondja fel az amerikai Chevronnal tavaly decemberben kötött megállapodást. A palagáz kitermelése a környezetvédők szerint védett élőhelyeket tehet tönkre, de veszélyezteti az ivóvízbázist és a Bihar megyei termálvizes fürdőket is. Chevron, menj haza! Ez a fényreklám köszönti az egyik moldvai településre érkezőket. Az amerikaiak azért nem szívesen látott vendégek a kisvárosban, mert a környéken palagázt termelnének ki a földkérekből. Az embereket nem tájékoztatták, fogalmuk sincs arról, hogy mit jelent a Chevron érkezése, fogalmuk sincs arról, hogy ivóvíz nélkül maradnak, hogy a természeti környezet megsemmisül.
A palagáz kinyerésekor környezetre veszélyes kémiai adalékanyagokat használnak. Az úgynevezett hidraulikus repesztéses módszert leginkább az Egyesült Államokban alkalmazzák. Ott ugyanis azt remélik a palagáz kitermelésétől, hogy a gázimportot akár évtizedekre is kiválthatják ezzel. Azok a kémiai vegyületek, amelyeket a Chevron szeretne használni, és amelyek pontos alkotóelemeit üzleti titokra hivatkozva nem akarja nyilvánosságra hozni, nincsenek összhangban az európai szabványokkal. Az amerikaiak Románia több pontján, így Bihar megyében is fúrásokat végeznének. Ez azonban a Püspökfürdői és Félixfürdői termálvizes strandokat, valamint a környéken található védett élőhelyeket veszélyeztetheti. A fúrások ellen tiltakozók tegnap a nagyváradi prefektúra előtt demonstráltak. A Félixfürdői geotermikus tározó, ahol a termálvíz van, az összeköttetésben van Nagyváraddal, és összeköttetésben van itt a környéken levő falvakkal és Szent Andrással, Livádával, mindenhol ugyanabból a tározóból nyerjük a geotermális vizet, a forró vizet, úgyhogy ha egy ilyen munkálat elkezdődik, akkor az egész geotermális víznek vége van. A környezetvédők a demonstráció mellett tájékoztató kampányt is indítottak, hogy felhívják a lakosság figyelmét a palagáz kitermelés veszélyeire. Észak-Korea jövő szerdától nem garantálja az országban működő nagykövetségek és nemzetközi szervezetek biztonságát, ezt a brit külügyi szóvivő közölte. A fenyeni orosz nagykövetség illetékese pedig azt mondta, a kommunista vezetés előzőleg a nagykövetségek kiürítését javasolta az érintett országoknak. Az orosz vezetés az Egyesült Államokkal, Kínával, Dél-Koreával és Japánnal egyeztet, mielőtt elrendeli az evakuálást. Nagy-Britannia az észak-koreai kérést az Amerika ellenes propaganda háború részének tekinti. Amerikai Patriot rakéta vetők a dél-koreai Osan bázison. A félszigeten egyre feszültebb a helyzet. Észak-Korea hetek óta háborúval fenyegeti nem csak déli szomszédját, de Szöul szövetségesét, az Egyesült Államokat is. Észak-Korea azt mondta, hogy rakétáival megtámad minket. A kormány és az Egyesült Államok pedig azt válaszolta, hogy több lehetőség is van arra, hogy felkészüljenek a támadásra, nyilatkozta egy dél-koreai nő. Szöuli hírforrások szerint már biztos, hogy Észak ilyen közép-hatótávolságú muszudár rakétákat szállított keleti partvidékére. A fegyvereket 2010-ben már bemutatták egy katonai parádén, élesben azonban még nem próbálták ki azokat. Amennyiben ténylegesen muszudár rakétákról van szó, akkor azok hatótávolsága meghaladja a 3000 kilométert, azaz eléri Guamot is, nyilatkozta a dél-koreai védelmi minisztérium szóvivője. Észak-Korea elszántságát igazolhatja, hogy a sztálinista állam felszólította Oroszországot, ürítse ki Fenyáni nagykövetségét, de nem csak az orosz diplomaták kaptak felszólítást. Péntek délelőtt több külföldi politikust is megkerestek az észak-koreai külügyminisztérium képviselői, számolt be az eseményekről a baptista szeretett szolgálat vezetője. A szervezet tagjai kedden érkeztek Észak-Koreába, hogy segítsék a helyi mozgássérültek kezelését. Ma délelőtt volt a csúcspontja annak, amit mi érzékeltünk, hiszen a szállodánkban egymásnak adták a kilincset a diplomaták, nem nekünk, hanem a külügyi tisztviselőknek, az észak-koreai külügyi tisztviselőknek, akik tájékoztatták a diplomatákat arról, hogyha esetlegesen fegyveres eseményre kerülne sor, akkor hogyan is miképpen evakuálnák a nagykövetségeket. Ez nagyon megdöbbentő volt számunkra, és igaziból most akkor találkoztunk először azzal, hogy ez ott érzékelhető az észak-koreai térségben is. A baptisták ellátogattak az észak-déli határhoz is. A szervezet vezetője szerint meglepő módon déli haderőnek nyomát se látták a helyszínen. Szenci Sándor szerint az északi lakosság elszánt, háborús félelmet nem tapasztaltak a kommunista államban. Közben nagy erejű földrengés rázta meg Észak-Koreát. Hírügynökségi kommentárok úgy vélik, a Richter-skála szerinti 6,2-es földmozgást nem okozhatta bomba. Az eddigi legnagyobb bombarobbantás által kiváltott földrengés ugyanis nem haladta meg az 5-ös erősséget sem. 6-ra nőtt az új típusú madárinfluenza halálos áldozatainak száma Kínában. A két újabb halálesetet Shanghaiból és Zhejiang tartományból jelentették.
A távol-keleti országban eddig 14-en betegedtek meg a madárinfluenza H7N9-es vírusától, amely eddig embereket Kínán kívül sehol sem fertőzött meg. Egyelőre nincsenek arra utaló jelek, hogy a betegség emberről emberre is terjedne. Az amerikai járványügyi és betegség megelőzési központ közölte, hogy szintetikus gének felhasználásával megkezdték a védőoltás elkészítését. Nemzetközi kerékpárversennyel népszerűsítik a 20 éves múltra visszatekintő visegrádi együttműködést. A május közepén induló verseny V4 elnevezéssel Budapesttől indul, Szlovákia és Csehország érintésével a lengyel fővárosban ér véget, jelentette be Prőle Gergely, a Külügyminisztérium uniós kétoldalú kapcsolatokért, sajtóért és kulturális diplomáciáért felelős helyettes államtitkára, valamint Roman Kowalski, Lengyelország budapesti nagykövete. Az egyéniben, illetve ötfős csapatokban induló versenyzőknek egyben kell teljesíteniük az 533 kilométeres távot. A szervezők 300 résztvevőre számítanak. Az esemény összdíjazása 100 ezer euró lesz. A visegrádi fogalom és a visegrádi együttműködés az mennyire fontossá és elfogadottá vált, akkor azt gondolom, hogy ebben nagyon jelentős része van annak, hogy itt a külpolitika valóban a civil arcát tudja megmutatni. Nem lehetnek ugyanis sikeresek ezek az együttműködési formák, hogyha pusztán a magas diplomácia berkeiben zajlanak. Nagyon fontos, hogy legyen egy ilyen emberközeli vonatkozása mindennek. A magyar tenisz válogatott 1-0 arányban megszerezte a vezetést Luxemburg ellen a Davis Kupa budapesti osztályozóján. A magyar csapatból elsőként Balázs Attila lépett pályára és győzte le ellenfelét 6-4-7-6-6-1 arányban. És most híradónk végén nézzük még egyszer fő híreinket röviden. Tényleges életfogytiglani fegyházbüntetésre ítélték a fiatal pécsi pszichológus nő Bándi Kata meggyilkolásával vádolt Péntek Lászlót. A folyók már apadnak, a belvíz viszont egyre nagyobb területet borít. A katasztrófavédelmi főigazgató szerint mindenütt rendelkezésre állnak a védekezéshez szükséges eszközök. Indokoltnak és szükségesnek tartja a miniszterelnök a jegybanki növekedés ösztönző programot, az olcsó hitel akár 50 ezer kis és közepes vállalkozást is segíthet. Kedves nézőink, híreinket, riportjainkat megtalálhatják a hirtv.hu internetes oldalon is, mobil alkalmazásunk pedig elérhető iOS-en és Androidon is. 18 órakor már Farkas Boglárka és Rab Ferenc kollégám várja önöket híradóval. Én köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!